Kedves nézőink, még mielőtt bemutatnám a mai beszélgető partneremet, felszeretném hívni a figyelmeteket, hogy ez az adás egy kicsit hosszabb lesz, nagyobb lélegzetvételű, és egy kicsit lassabb tempójú lesz az eddig megszokottaknál, de rengeteg érdekességet hallhattok majd Orgoványról, a nevének keletkezéséről, múltjáról, tájegységeiről. Az adást az több szekcióra bontottuk, hogy még fogyaszthatóbb legyen. Jó szórakozást, és akkor kezdjünk is hozzá a harmadik adáshoz. Körülbelül egy évtizede édesapám interjú felkérést kapott az akkori kulturális hírmondónak a felelős kiadójától egy interjú felkérés kapcsán, és ma is előttem van, ahogy édesapám egyfajta izgalommal, vegyes feszültséggel készült erre az interjúra, egykori tanárával. Nos hát az utóbbi napokban én is ilyen lélekállapotban voltam, amikor megkaptam a Virág Józseffel való interjú elkészítését. A feladat bár nem kicsi, azért igyekeztem a riportalanyhoz méltó, azaz Orgovány közös szellemi örökségének egyik ma is élő bőréhez való kérdések összeírásához. Ezúton fordulok a mai vendégemhez, Virág József öcsi bácsihoz. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözöllek, Dániel, és köszöntöm a nézőket, akik rászánták értékes idejüket, hogy halljanak valamit a megbeszéltek szerint községünk múltjáról. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még mielőtt a kérdésekre térnénk, szeretném öcsi bácsi életrajzi adatainak főbb mozzanatait elmondani. Virág József, 74 éves, aranydiplomás tanár, Orgoványon öcsi bácsiként tiszteli valamennyi helybéli lakos, kis túlzással, gyermektől az aggasztjánig. Közel fél évszázadig tanított a helyi központi általános iskolában, az Orgoványi Kulturális Hírmondó című folyóirat felelős kiadója, sok évig az Orgoványi Kulturális Egyesület elnöke volt. Számos nagy sikerű színpadi műszerzője. A községi színjátszás egyik megkerülhetetlen mozgatórugója, jelenleg jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Otthoni könyvtárát megközelítőleg 4000 példány alkotja. Aktív évei alatt rengeteg fiatalt igazított az irodalom szeretetének irányába. Eddigi lírai műveivel a Szavak piacán, illetve a Szabadság és szerelem vers antológiákban, valamint a 2013-ban megjelent Hamlet Orgoványon című önálló verses kötetében találkozhatott a publikum. Ő lesz ma a vendégem. Remélem az életrajzi adatok stimmeltek. Stimmelnek, igen. Azért mégiscsak egy gazdag életútról beszélhetünk. Iskolai emlékek. Ahogy a bevezetőben elmondtam, a helyi iskolában szolgált mint egy fél évszázadon át. Meg tudná becsülni, öcsi bácsi, hogy körülbelül hány diákot taníthatott ezen idő alatt? Nem könnyű a becslés, hisz a létszámok változtak. Talán sokat elárul az, hogy amikor elkezdtem tanítani, 500 fölött volt az Orgoványi Általános Iskola tanulóinak létszáma. 524, ha jól emlékszem. Amikor abba hagytam, talán el se értem el, 300-at vagy alig. 300 fölött volt a létszám. Jól lehet, már történt egy nagy érvágás, hisz Orgovány sokan elhagyták. Sajnos mindörökre a TSS-ítés idején, de a később, ha ilyen nagy, megrengető esemény nem is történt, egyre több fiatal kényszerült a jövőjét másutt tervezni és eltölteni. Hogy mennyi lehetett? Lehet becsülni, hát körülbelül egy évben 4 osztályba tanítottam, ezt úgy vehetjük 25-30 fővel, tehát akkor azt mondjuk, hogy egy évben úgy 100, persze őket több évtizeden keresztül, hanem ha azt nézem, hogy Orgoványon végigmegyek, vagy egy tömegbe találkozok sok emberrel, akkor azt veszem észre, hogy a tőlem fiatalabbak jelentős részét igencsak tanítottam. Hát valószínűleg azt mondanám, hogy a mostani lakosságnak mennyi lehető mostanában 3000 nagyjából, fölött van, felét biztos. Milyen érzés ma velük találkozni ennyi év után? Jó. Egyértelműen
jó hisz. Ennek ellenkezőjét nagyon ritkán tapasztaltam, hogy ez a több évtizedes pálya folyamán nemigen kerültem ellentétbe diákokkal. Nem biztos, hogy mindent mindig jól csináltam, de ha hibáztam is, olyan következményeim nem voltak, vagy hát a végén megbeszéltük, meg tudtuk beszélni. Ez mindig jó. Vagy esetleg más dologba, mit tudom én, jóvá tehettem adott alkalom. Hát nem egyszer, gondoljunk, hát nem egyszer előfordul, hogy nagyszülőtől az unokáig egy családba szinte mindenkit tanítottam. És ugye főként irodalmat és történelmet oktatott az iskola katedráján. Honnan jön ez az érdeklődés ezen szakirányok iránt? Mesélne róla. Amikor kisgyerek voltam, elküldtek szódái, abban azt szerettem, hogy az akkori szódás felesége, fiatalasszony, még nem voltak gyerekei, alig várta, hogy én föltűnjek a tanyaház, mert tanyaházban volt a mostani kisbót mögött. Balla néni lakott ott, meg egyéb, akkor az volt a szódaüzem, mert már intett, és 2-3 forintért lehetett meséket kapni, és 2-3 mesét mindig felolvasott nekem otthon. Édesapám, aki nem volt egy igazi anekdotázó ember, de érdekes történeteket mesélt. Később jöttem rá, hogy ezt ő is valahol hallotta, tanulta, mert ez Balasi Bálint története volt, aki az apját menekít és egyéb. Mivel az akkori idők még mentesek voltak, ugye a televíziótól számítógépek. Egy áldásos időszak. Mi maradt az embernek? Szórakozás, sport, játék, hatalmas udvarunk volt, ahol 3 család is élt. És a környezetemben is mindannyian szerettünk olvasni, és állandó látogatója voltam még akkoriban a Csurgai Margit féle vezette könyvtárnak. Őt így nem ismeritek, de mint Dr. Kis Bélánét talán. Így már igen. Még lányként ide kerülve volt az első könyvtáros, akire én ha jól emlékszem, ő a Kápolna iskolában. Tanított. Nem, végig itt tanított. Itt a központban? Végig itt tanított. A Birkás család házába lakott albérletben, mi meg oda jártunk, amennyi barátunk volt. Ő ott lakott, aminek meglett az a következménye, mire mi nem gondoltunk, akik ott pingpongoztunk, persze nem pingpongasztalon, hanem asztalon, és egyéb, és közbeszittuk az iskolát, és kihallgatott ki bennünket, hát a magyar tanár, mert tanított. Tehát az olvasás. Úgyhogy, az olvasással kezdődött. És ezzel próbáltam elmenekülni a gyerekkori teendőim elől, ami 2 dolgot jelentett, ma már másképp tekintek erre. Akkoriban még sok ló volt a faluba és a házaknál, és nyáron jöttek a legyek, valakinek el kellett a lovakról hajtani, hogy ne rúgja meg a patkolókovácsot, vagy a gazdát, aki tartja a patáját, és hát ez az én feladatom volt, és hiába próbáltam elbújni. Apám fölemel, úgy is tudom, hogy hallod. Le kellett tenni a könyvet, és menni. Még talán megerősítette bennem az olvasási vágyat. Most így jut eszembe, hogy anyám is olvasott könyveket, például gyerekkoromban az Egri csillagoknak egy régi példányát emlékszem, hogy esténként azt olvasta én meg. Még előttem van néhány akkori könyvbe illő ábra. Úgyhogy, és nagy örömömre szolgált, hogy gyerekeim szintén örököltek, bár az öcsi egy ideig ellenállt a belső késztetésnek, de az András az túl is szárnyalt tulajdonképpen. Én mondjuk
hatodik, hetedik osztályra jutottam túl, például, hogy nagyjából Jókait mindent elolvastam, azon is már ötödikre, mint egy két évvel előbb járt az olvasás területén. Két fontos személy Orgovány történetében. Ugye a bevezetőben beszéltünk arról még, hogy az orgoványi legendákról is szót ejtünk, hiszen tanár úr az a mai is élő polgártársaink közül, aki talán a legtöbbet ismer orgovány legendáiról. Meséljen az orgoványi tájegységekről, fennmaradt legendákról. Egyáltalán honnan ezeknek a nevük? Milyen legendák maradtak ránk az egyes tájegységekről? Hú, jaj, hát ez nagy hal. És meg kell említenem, hogy bár én rám nem annyira hatottak, egy-két adat talán tőlük jutott el hozzám, inkább a régi-öregek szájhagyományait, vagy a családom belüli legendákat ismerem, de Somogyi András neve és Fekete Györgyi föltétlen ide kell. Elsősorban Somogyi András foglalkozott ezzel. Azt hiszem, a községmai vezetőinek, ha másra nem, érdekes lenne annak utána nézni, hogy maradt-e valami, mert rengeteg volt. Én keveset jártam nála, de abból tudva, hogy Bandi bácsi, ha meglátott nálam valamit, már lecsapott rá, hogy úgy mondjam, eltiemelte. Nem tudom, mi lett, mert hallottam én a maradék elégetéséről az örökösök részéről, remélhetőleg nem. Van valami legalább, amit kézzelfogható? Nem tudom, hogy maradt, de jó lett volna valami, maradt volna. Fekete György volt a másik ilyen, aki szintén foglalkozott ezzel, nem olyan mértékben is, nem azzal a korral talán, bár ő is tudott középkor orgovány bizonyos helyeiről érdekeseket mondani, hanem neki köszönhetjük, ezt kevesen tudják, Molnár Gergely naplóját. Na most, Fekete György halván erről, hogy az örökösök kidobták a gazdag könyvtári anyagot, és benne leveleket, naplókat, tehát az írásos dokumentumokat, nem érdekelte, Pestre laktak. És kiment a gyerekekkel órán, és összeszedték, amit lehetett, a szemétdobra kidobott könyveket, lapokat. És ezt a lapok adták az orgoványi naplót, és a gyűjtemény egy része, nem tudom, maradt-e még valami belőle, fönt volt egy időben, a Fekete Gyuri egy időben egy helyrajzi múzeumot hozott létre. Ez a 80-as évek lehetett, volt itt kiállítás a pásztori élettel kapcsolatban, vagy orgovány múltjával, vagy a Molnár anyagból is könyvek, eredeti adiversekkel egyéb. Egy-kettőt helytelen módon eltulajdonítottam, de ma bevallom, hogy szinte igazam volt, hogy mert meg nálam nézni, legalább igen, megmaradt. Igen. Nálam legalább megmaradt, bár meg akartam keresni egy nagyon érdekes dolgot. Lehet, hogy Tündének már említettem. Molnár Gergely gyakori vendége volt vadászként, és talán a vadászaton túl is egyfajta barátként. Írótársként az akkori Nádor Habsburg főherceg, aki magyarul verseket írt, és Vágyak hegedűjén címmel egy kis verses füzetet adott ki, ezt kedves szavakkal ajánlotta Molnár Gergelynek 36 kül. Ez nálam megvolt, de mostanában nem találkoztam ezzel a példányban. Na most visszatérve oda, Kecskemétre kerültek be a diákok és Fekete György által összegyűjtött lapjai a naplónak.
akkor még az előzőkor ideológiája alatt álltunk. A pártintézetnél, vagy hogy nevezték, kutatták, és felvetődött talán az is, hogy Orgovány, most nem akarok már 19 köré elkanyarodni, de ez az időszak azt érinti, hogy valami mi kerülhet innen elő egy szemtanú és a történelem tanúságai alapján lesz egy ellentmondás. És főként azért ő gyanúsnak, mert azt hitték titkos írással van leírva. Nem titkos írással volt leírva, hanem egy régi gyors írással, talán a pártintézetnél derítették ki, hogy nem titkos írás, csak gyors hanem írás, csak gyors írás. Régen létezett egy ilyenfajta gyors írás, ami aztán hát később megváltozott, másfajta gyorsírás alkalmaztak, és kiderült, hogy ez a napló, hogy úgy mondjam, akkor még fennálló rendszerre sem veszélyes, később pedig igazi kuriózum lett, kiadták, József Attila díjat kapott az a családtag, aki mint saját felfedezését gondolom én előterjesztette ezt a. Tehát lehet, hogy ők is akkor fedezték fel az igazi értékét ennek a példánynak? Valószínű. Orgovány nevének eredete. Térjünk át a község múltjával kapcsolatos egykori legendákra, az elnevezések magyarázatára. Főleg olyan községeknél, mint Orgovány is, ahol nagyon kevés írásos emlék van. Ez az orális hagyomány, ez rendkívül fontos. Még akkor is, ha nem mindig megbízható, vagy abból a szempontból, hogy maga a történet bír egy bájjal, némi epikus érdekességgel. Kezdjük azzal talán, hogy mielőtt a részletekre rátérnénk, hogy maga Orgovány kifejezés. A Művelődési Ház által kiadott dokumentumban is kitérnek erre, én ezt némileg kiegészíteném. Tehát ugye létezik a lehető legtávolabb általán szerintem, bár én is ezt hallottam először 58 körül. Tehát az orgonáról való és Orgovány eredeztetés. Későbbieként jött létre a személynevekhez kötés. Ez tulajdonképpen ezeknek az évtizedeknek a terméke volt, hogy egyre több régi nevet kötöttek személyekhez. És itt létezik az a történelmi tény, hogy IV. Lászlót, a Kun László néven emlegetett uralkodót, Árbos Törtel és Orgovány nevű Kun lázadók ölték meg. Általában inkább Hódmezővásárhely környékéhez kötik, de Szentmihályi Szabó Péter regényében Idua Árbosz leánya éppen az ágasi orgoványi buckákba szerepel, mint szeretője, Kun szeretője Lászlónak. Tehát itt tölte volna meg ez a Kun főember. Tehát a elég erős szál ez a személynév. Hogy ennek különböző ejtései, Ordobán, Orgován, stb. Talán mellékes most. A harmadik, és szintén nem elvetendő, de a kunokra utaló elnevezés, hogy az Orgovány gyülekező, hadigyülekező helyet jelent. Tudtommal van több Orgovány nevű tájegység, helység, Pest megyében is van valahol, hol a nagykunságban is, ahova a hadakat összehívták egy hadjárat esetén, és ezt nevezték el Orgoványnak. Orgovány ennek megfelelhetett, mert mi kell egy ilyen nagyobb sereghez, ugye tele volt víze. Ez is számításba jöhet. 3-4 Orgovány nevű táborhelye létezett a kunoknak akkoriban. Érdekes, a néhány környékbeli település nevi
ott is csak említés szintjén, ugye Bócsa egykori fejedelem névként említik, talán Harold is írt erről. Minden esetre van egy másik forrás, 1936-ban Pest, Solt, Váskiskun, a többi vármegye évkönyvét jelentették meg. Én találkoztam az eredeti évkönyvvel a Józsa családnál. Ő volt az egyik forrása Haroldnak, a Józsa Pista bácsiat már akkor. Én náluk a Király család, Józsa család, már gyerekkoromban forgattam nagy érdeklődéssel ezt a könyvet, és később hasonlás kiadványt adtak, akiről én tudok, hogy megrendelte, mert elég borsos árat kértek érte, Gellért László néha maca, hogy neki megvan. Én beszéltem rá, hogy én megvenném, biztos, ha lenne rávaló pénzen. Mondtam, hogy vegye meg. Sok érdekességet tartalmaz, mert azt is, hogy a szőlőnél például, hogy három volt, két volt szőlőben már be lehetett kerülni szőlőbirtokosként. Kik voltak az ácsok, ki volt a kőműves, hány kovács volt például Orgoványon. Ez az évkönyvet érdemes lenne hasonlás részt az orgoványi részből. Kihinni, szerepel benne Ördög Tibor, Daragó, még aljegyzőként egyéb, nagyon sok, meg hát az orgoványi családok. Kargala, Nyixbrót, nyakvágó. És például ezek a kargala, csíra, nyakvágó, Nyixbrót nevek, ezek honnan jönnek? Próbáljuk röviden megközelíteni, mert elég régóta beszélünk már. Kargala. Ez talán a legismertebb település rész név, amihez hát régóta fűződik egy nem biztos, hogy sőt a saját nevében biztos, hogy téves magyarázat. De nagyon szép, és megbecsüljük őseinket, hogy így hagyták ránk, hogy Kargala a Mocsár szélén létezett egy falu, amelyet a törökök megtámadtak a 1500-as években, és akkori magyarok szembeszálltak velük, a mocsárba csalogatták. A mocsárral hiába küzdő törökök süllyedő rémületekben az ő istenükhöz, Allahhoz pohászkodtak, és ezt kiabálták, hogy Karg Allah. Nos, hát a nyelvészek szerint a török nyelvben nincs ilyen szó. Pedig. Tehát nem valószínű, hogy török eredetű. Én valahol egy tanulmány jelent meg, talán a forrásba, melynek a szerzője a régi Magyarország területén élő népek ránk maradt nyelvi hagyományát, töredékét vizsgálgatta, és ott bukkantam a kargala szóra. Besenyőt szóként méltatta, illetve tartotta számon, és már nem emlékszem, hogy mit jelent. Valahonnan, ha annyira érdekelnének engem Fekete Gyuri szavával, ő valamennyire nem. Tehát akkor nem sajnálnám rá az időt, hogy megkeresni. Valahol utána lehetne menni a forrásnál, hogy melyik volt az az idő, amikor én ezzel törő 80-as évek lehetett, ma már mindenütt gépeken vannak ezek a... Ezzel az ember nekem is vannak, neve nem jut eszembe, de emlékszem, hogy egy kecskeméti szórakozó helyen egyszer beszélgettem velük, halasó voltak ott egy engem ismerő másik forrásos emberre, tehát ha ki lehetne nyomozni. Tehát itt egy szép monda, és minket kielégít. Szép dolog ez. A törököket megszégyeníteni, így csapdába csalni. Furfangos magyarok. Így van. És győzni. A másik, hogy mint minden mondának, ennek is van valóság alapja, az én gyerekkoromban a Kargalába, Tolvajosba és Kápolna környékén élő lakó osztálytársaim dunsztos üvegbe
az Árvai Jancsi nevű osztálytársamra emlékszem, meg volt egy másik virágcsalád, aki akkoriban arra lakott. Ilyen dúztos üvegbe hoztak be kis ezüst pénzek. Azta. 1500-as évekre. Tehát valószínűleg nem Mohácsnál pusztult el, hanem később. A Mohácsot követi, ugye gondolom a víz mellett menekültek, mentek föl Budára, üresen találták, visszamentek, tehát később, mikor a török itt berendezkedik, rabogott, akkor szünhetett meg itt a település. Orgoványon körülbelül 4-5 helyen lehetett apró falu vagy egy település gót, a másik az előbb említett kápolna. Ott magam is jártam a már általam említett Fekete Györggyel. Én nagy nehezen találtam, de a gyerekeim azoknak jobb szemük volt, és 6-8 ezüst dénárt mi is összegyűjtöttünk az 1500-as évekből. Ehhez az tartozott, mert vagy hozzátartozott, hogy hogy lehetett találni, hogy kellett esőzés azon a részen, és utána jó szél, amely kifújta. És friss szántás. Tehát tavasszal, ahol mély szántások voltak, valamelyre arra telepítették aztán a meggyest is. De akkor még nem volt. Akkor még nem. Ácsék laktak ott, úgy emlékszem, kijött hozzánk, hogy tanár úrék, mit keresnek ott valamelyik gyerek, akit tanítottunk. Tehát itt találtunk. Mondom, én nem tudom, hogy találtam, de a mi családunk, a Gyuri egy pémarokra, nálunk is volt néhány ezüst dénár. Ugye híres település része volt Orgoványnak a Csíra. Nos, hát ennek egy mesés legendáját dolgoztam én valamikor föl, de nem tudom, hogy közzétettem-e, mert a Kultúra Színhondóban néhányat azért megjelentettem. Talán pont a Csíra. Herkál a Csíra sárkány, ezt a Herkál nevet egy ismerősöm úgy keletkezett, úgy jutott hozzám a név, hogy kirándultunk valamelyre a Pálinkáslaposban, ismét egy beszélő név, ugye, ott őzték a pálinkát, és a gyerekek rá kellett szólni, és azt mondta neki, hogy maradjatok csöndben, mert jön a Csíra sárkánya. Hogyha hangosak lesztek, kiabáltok, nem viselkedtek. Jó, megtetszett a név, és kialakítottam egy történetet. Több falu tart igényt, és hasonló ehhez a területhez fűződő mond a nyakvágó. Én gyerekkorom mindig bózongva hallgattam, melyre lehet ez a nyakvágó. Nos, hát ugye tulajdonképpen három község találkozása, Ágas, Izsák. Izsák és Orgovány. Lehet még más községnek is tőlem. Én ezt a háromat azért említem, mert Orgoványon fűződik egy monda hozzá, ugye nem is egy, hanem én kettőt ismerek. Az egyik egy törökkel való ütközésről, párviadalról szól, a másik egy postakocsit megtámadó betyárokról. Hallottam én valamikor. Ezt a mondát földolgozta egy izsáki helytörténész is, Gyula bácsi, a feleségeit tanította napközében, Ibolya néni. Az ő férje volt Izsák helytörténész, ő a nyakvágót, és Ágasról pedig Szórát Pista magyaros tanártársam is hasonló mondát dolgozott fel. Ez érdekes volt, mert egyszer egy idős néni, máig nem tudom a nevét, jön hozzám, hogy a tanár urat érdekli az ilyen, ő otthon talált egy falu történetet valamikor. 70-es években írhatta a Pista, és elhozza nekem ezt a még régi eljárásra, olyan rajzlapszerű anyagra készült és fény másolása, tehát a régi ebzé technikája is, és abban is felfedeztem majdnem szóról-szól a nyakvágónak a történetét. Göbölyjárás, ez csak azért említem, mert az én őseim itt laktak, a név magáért beszél, viszont a Göbölyjárás... Tanár úr, még csak annyit, hogy
nem mindenki számára, én ismerem pont, hogy mi az a göböl, de hogy azok nézői számára, akik esetleg nem ismerik ezt a szót. No, hát akkor erről annyit, hogy mikor én kisgyerek voltam, és sokat emlegették, hisz családom innen származik, én mindig bőgőjárásnak említettem, hogyha szóba került, hogy igen, a gőbőjárás, meg bőgőjárás, ugyanis a tehenek bőgnek, ugye ennyiben igazam volt, vagyis ez egy barom járás, főként tehenek legeltették. Ezek a tehenek itt nagyjából az Orgoványi résztől egész fölhajtották Kecskemét a lábaiszéktóig. Nos, Orgoványi helynév még a Nixprót említi az Orgovány történetét szerző is, nincs kenyér. Nem emlékszem, hogy az okát ő említi-e a haroldunk. Ha említi felesleg, arról, hogy ezt a birtokot annak idején Kecskemétet és környékét birtokul kapta a német lovagrend hálából a török kiűzésében nyújtott katonai teljesítményért, és ez a török lovagrend, német lovagrend, gondoljunk a Csád vizén való csatára, évszázadokkal előtt a lengyeleknek volt ugye sok bajuk velük, hát nekünk is lett csak pár évszázaddal később, egy nagyon kemény és érzéketlennek nevezhető katonai rendőr. Igen, és kizsarolták a parasztoktól az élelmet, és hát ugye úgy védekeztek, hogy nix brot, vagyis nincs kenyér, ami át kis átalakítással magyarosítva nix brotként hangzott. És így maradt ránk. Lényegében. Így maradt ránk ez a rész. Ilyen ismert rész még magyarát egyszerű az Eklézsia föld, meg hisz ez az egyházi birtokot jelentette, hisz a község, a papok és az egyházközség működésére földet kellett, hogy elkülönítsenek, ezt nevezték Eklézsiának. Még az én gyerekkoromban, most nem tudom, van-e, akkor még emlegették, hogy szerintem ez már annyira nem maradt velünk, de a tolvajos még, ami talán, amiről még szó nem esett, de egy nagyon tolvajos, velünk élő rész. Tolvajos többféle betyár csapat tevékenykedett itt, ugye. Nem valószínű, Rózsa Sándor szokták emlegetni, de ez valószínűleg tévedés, ő neki ezen a területen nem hallunk jelentősebb akcióról, de nem elképzelhetetlen, mert az egész Duna-Tisza közé beszáguldozta a betyárjaival. Így van. Viszont göböljáráshoz egy történetet, mert úgy emlékszem, nem tudom, hogy ezt megírtam, de most nagyon röviden elmondanám, mert ez családi történet. Az én családom tehát egy göböljárási tanyát vett meg. Később ez a tanya, talán a nagyon idős orgoványiak még emlékeznek, Józsa Benedek tulajdonába került a Józsa Benci bácsi, vagy ő lakott ott az én gyerekkoromban a feleségével. Nagynénémtől hallottam, aki ebben a régi házban nőtt fel, hogy az istálón még a lövésnyomokat ő gyerekkorába emlékszik. Ott voltak a golyó, ütötte nyomokra. Mi történt itt? Tehetnénk fel a kérdést. Nos, az én nagynéném így magyarázta. Ennek a tájnak nagy hírű betyárja Bogár Imre volt. És többféle egyházának osztották föl tudomásom szerint. Viszont volt egy testvére, egy fiatalabb öccse, Bogár Jakab. Mind a ketten részt vettek 48-49-ben, később pedig bódosásra kényszerültek. A büntettek nagy része, ami elsősorban lótolvajlást jelentett, némi rablás mellett a bátya nevéhez fűződött. Pénzt
tűztek ki a korszakása szerint, és hajtóvadászatot indítottak a testvérek ellen. Az akkoriban ott lakó házaspár ezek szerint nyerészkedni akart, ha ez rossz fényfelőség, de akkor legyen. Nem feltétlen gondolom, biztos. A mai világban már persze. Ön tudja, hogy mi a megítélése ezeknek a dolgoknak. Na most arra valószínűleg árulás folytán, de ez nem is biztos, hogy ők voltak, szomszédok is lehettek, bár ugye nagy szomszédság akkoriban nem volt. Még nem volt. Meglepték az ott a tanyán elbújtatott Bogár Imrét és Jakabot. Felszólították, hogy adják meg magukat. Na most Imre tudta, hogy ő rá nyilván kötél vár. Uh-huh. Jakab, aki nem vett részt a rablásokban, vagy legalábbis az ő fejére nem hullhatott ilyen súlyos vád, megúszhatta a dolgot. Ezért úgy egyeztek meg, addig tanakodtak, hogy Jakab Imre a hátsó a részét az istálónak kibontva a sötétség leple alatt megpróbál megszökni, az öccse pedig a pandúrok kezére adja magát, kijön lövöldözve, kiabálva, elterelve a figyelmet. És ahogy gondolták, úgy is tettek, Jakab kitört, levegőbe lövöldözött, kiabált, rájuk vetették magukat, de ahogy az ilyen rajtütéseknél szokott egy fegyver, de esetleg több is elsült, Jakabot lelőtték, Imre pedig elmenekült. Így hát a testvéri szeretetnek, betyárbecsületnek egy szép példáját. És már hettük meg a történetben, hajjoz volt. Minden esetre nekem így mesélték. Persze valószínű, hogy a községünk még rejt más érdekes neveket is, de én most azokról szóltam, amelyek ismertebbek voltak, és különösebben nem gyűjtöttem őket. Ha valaki megkedvet ad mindez, ami itt elhangzott, akkor remélem akad majd olyan, hogy ezt a gyűjteményt teljesebbé teszi, és ez része lehet majd, bár Halod írt már egyet, de egy még fontosabb, terjedelmesebb, megbízhatóbb könyvnek, ami foglalkozik Orbomány történelmével. Hát ehhez kívánok én a nézőinknek jó munkát, ha ehhez kedvet kaptak, a másik pedig valószínű, hogy ők is őriznek egy történetet, és ezzel fejezném be, hogy egy érdekes történetet például én a diákoktól kaptam, mert 6. osztályban dolgozatot írtunk ám ebből, ha valaki emlékszik rá, hisz 3-4 órát engedélyezett az akkori idők tanmenete a helyi mondáknak. Aztán. És én elmondtam, amit épp idő adott, amit tudtam, és diákoknak ebből kellett számot adni. Igen, és utána megbeszéltük ezeket, jegyzeteket készítettek, és dolgozatot írtak, hát, hogy házi dolgozatot, vagy iskolai, én arra már most nem emlékszem. Minden esetre az egyik diákom hozott egy érdekes történetet. Ez, hogy úgy mondjam, vándortörténet. Abban az időben nagyon sok ilyen történet létezett, az elásott harang és a kincsek története. Ja. Ezek a történetekben közös,
És én tőle hallottam, illetve nála olvastam először, neve nem titok, azt hiszem most Orgoványon lakik, és van egy könyve nektek is a könyvtárba, Atkári Mónika hozta ezt a történetet annak idején. A falu a fokozódott török zsarolások, nyomások által egyre inkább elnépeledett, és úgy határoztak, hogy elmennek. Na most elmenni, egy új életet kezdeni nagyon nehéz. És nagyon bizonytalan időkben úgy gondolták, hogy nem vihetnek minden értéket magukkal, mert könnyen kirabolhatják őket. Majd, ha jobb idők jönnek rájuk, akkor visszajönnek és megkeresik. Na most itt két dolog létezett, hogy általában egy mély kutat kerestek, és abba elrejtették az érték, kiszáradt kutat általában, meg hát olyan értéket, amelyiknek a víz nem árt, még ha fel is jönne a víz. Na most, és a másik, hogy oda helyezték el az értékebb pénz, értékesebb tárgyakat, és hogy mindezt leborították a másik értékükkel, mert ez egy közös értéke volt a falunak, ráborították a harangot. Ökrökkel odahúzották, és lefették az egészet a haranggal. Na most, és majd visszajönnek érte. Hogy el ne felejtsék, mert itt sok idő beletelhet, ez szintén vándormotívum, milyen mit gondoltok, hogy biztosították, hogy az utódaik tudomású legyen, tudomású vehessék majd, hogy hol van az a hely. Átültettek esetleg, vagy? Ez változhat. Ugye, mert lehetett, hogy itt a fa lesz, hát azt kivághatta bárki, villám csaphatott. Olyan természeti tárgy, amihez kötni nem kell. Az emberek emlékezetére kellett bízni. Oda vittek néhány gyereket, és azt mondták nekik, hogy vetkőzzetek le, és nézzetek körül. És hoztak egy kötelet, most pedig fogd meg a lábujjadat, és jó elverték őket. Hogy az életbe el nem felejtette, hogy milyen verést kapott. Hogy erre még nagyapa korodban is emlékezni fogsz, hogy pontosan hol vertek téged meg. Nos, ez az egyik változata. Én erről már hallottam, mint mondtam, ez vándormotívum. Viszont a diákom által hozott történetben úgy végződik, hogy vércseppeket kell elhullatni a sejtett vidéken, és ahol majd elváltozást fog okozni a vér, ott van a kincs elásva. De nem akármilyen vér, hanem hét testvér vérét, ugye hét bűvösszál, hét testvér vérét kell venni. Hát ilyen dolgot ki tud elképzelni, ugye? Hét ember, tehát vérét venni, akár megölni, hogy meglejjék a kincset. Hát így aztán lemondtak a kincsön. Mi állítólag valakinek ügyes gondolata támadt. Hát mondta azt valaki, hogy hét ember testvér. Lehet ám az hét macska vagy kutya is. És most már hiába keressük a kincset, ugyanis ez az ember szépen leölt, hét kutyát, megtalálta a kincset, gazdag lett és elvonult a világtól.
másik dolog, még egy nevet említenék, megérdemli. Ezt a kincset kereste a falu egykori telephelyét. Nem tudom, ti hallottátok a nevet, egykori orgoványi orvos, dr. Gál János. Igen. Előadást is tartott itt pár éve. Lehet, hogy már nem egy-két éve, én már öreg vagyok ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem rég az iskolában. És ezt a kincset a Fekete Gyurival keresték, és valahol, ahol onnan jut eszembe, hogy nem rég láttam, Rózsa ég háza környékére. Tehát a Göbölyjárás rész, sarkán. Sarkán. Ott valami dombos, szikes rész van. Én úgy emlékszem, jártam én arra, nincs, hogy ott van az egykori kút, ahova a kincseket rejtették. Nem, semmi. Mondjuk... Igen. Várjál. Fejezzem be azzal, hogy a gyerekeknek elmondtam, de céloztam rá, ezt nem iskolai tanításnál, hanem kincskereső foglalkozást tartottam. És tavasszal elmondtam nekik, hogy gyerekek, az igazság az, hogy a kincs még megvan. Valahol rejtőzik. Fel volt adva a lecke lényegében. Én adok ásót, lapátot, mert én szerintem a kertemben. Ja, értem, értem. Hát nem vált valóságá, de jót nevettünk rajta, hogy valószínűleg öcsi-bácsi kertjében lehet. Ott lapulnak a kincsek. És föl kéne ásni a kertet, hát ha megtalálnánk. Igen, csak érdekes témák voltak ezek. Ugye van nekünk egy Percnyi Kultúra nevet viselő rovatunk, ahol valamilyen verses ajánlót is szoktunk kérni, és megtenné Öcsi bácsi esetleg, hogy a kedvenc versét azt elmondaná el nekünk. Búcsúzó diákjaimnak. Volt füzetem vonalas kockás, s már írtam bele verseket. A patak partján nevetésünk rengette a rengeteget. Ha akkor éles óderoztunk, és Miska a nérói tűzvész, ahhoz, ami fellobogott, annál a parti tábor tűzni. S nyúlok most ritkuló hajamhoz, lassan hóba ír el a kezem, de emlékszem, nyár volt, s a nyárban tombolt a diák szellem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, tanár úr, igazán csodás volt ez a vers. Most pedig egy könyvajánló fog következni, méghozzá Gárdos Péter Semmelweis Ignác Rövid boldogsága címet viselő könyv, ami hát miről is szól. Aki látta a Semmelweisről szóló filmet, az szerintem hasonló környezetet fog tapasztalni a cselekmény során, és a cselekmény ívében is hasonlóságokat fedezhetünk fel. Ugyanakkor azért, mivel egy könyvről van szó, vagy regényről van szó, sokkal nagyobb teret biztosít arra, hogy az egyes szereplőknek a bemutatása, egymás közti viszonynak a bemutatása az kibontakozzon, már sokkal színesebben, és kvázi letehetetlenné téve ezt a művet, ezt a könyvet. Ugyanakkor nem egy szuperembert, nem egy ikont látunk ábrázolva Gárdos Péter által, hanem sokkal inkább egy olyan embert, akinek volt egy célja, ami motiválta őt, és mindent megtett annak érdekében, hogy elérje ezt a célt. Viszont látjuk azt is, hogy ennek a beérése, ennek az elfogadása milyen hatást gyakorolt rá, és a film ellentétben például kitér a szerző arra is, hogy hogyan került Semmelweis Ignác később idegösszeroppanással ugye ideggondozóba, és hogy lényegében ő tényleg végigveszi a Semmelweis életutat.
ami szerintem még egy csavarra is egyébként fut a végén, egy újabb csavarra. Szerintem akinek tetszett a film, annak kihagyhatatlan, és szinte kötelező darabnak kellene, hogy legyen, úgy gondolom, viszont ha kedvet érez bárki, akár a könyvajánló, akár hogyha bejön és belelapoz azáltal, nyugodtan kölcsönözze ki nálunk, itt a könyvtárban elérhető ez a példány is természetesen. Most pedig térjünk át a záró gondolatokra a Szószoró podcastben. Hát szóval. Ennyi lenne talán, persze, ahogy mondja az ember, mindig jut eszébe még újabb és újabb. Remélem egyfajta gondolkodást sikerült azért elindítani azokban, akiket érdekel és tudnak valamit. Gondolom a művelődési háznál lehetőséget adnak Daniék, tüdék, hogy nyoma maradjon, ha tudnak még mindezekhez hozzátenni valakit. Én köszönöm az érdeklődést Tündének és Daninak, és azoknak, akik ezt a műsort megnézték, és kívánom, hogy még majd ez a kezdeményezés, hogy filmeket készítenek, interjúkat a község lakosaival, érdeklődésre tart számot a részükről, és lesz folytatása, mert csak úgy érdemes. Így lesz. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Ez volt a Virág Józseffel készített interjú, ami maratoni hosszúságú volt, mint egy kettő és fél órája beszélgettünk most már a tanár úrral. Köszönöm szépen a türelmét, és köszönöm, hogy nektek is, hogy végignéztétek adásunkat. Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, illetve bekövetni Facebookon minket. Reméljük, hogy tetszett a mai adásunk, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok!